aztán jajdult a hajnal, és reggelre ránk viratt az est. A 10 000 talpú tiport stótágas táncolt a groteszk. Tisztelt kőbányaiak! 1956. november 4-én reggel a magyarokra virratt az est, ahogy Szabó Lőrinc írta, s a hajnal pedig 60 000 szovjet katona talpától jajdult. A budapestieket lánctalpak zörgése verte fel otthonaikban. Az idősebbek megremegtek, mert ők ilyet egyszer már átéltek az ostrom idején, a fiatalabbak közül az elszántabbak, mint amilyenek a kőbányai szabadságharcosok is voltak, azt az éjszakát sem ágyban töltötték, hanem a barikádon vagy valamelyik utcai harcállásban. A nemzetőrökhöz csatlakozott sorkatonák némelyike először vonakodott a 10 000 talpúra irányítani az ágyúkat, hiszen parancsba kapták, hogy ne bántsd a szovjetet. Ma már tudjuk, hogy a parancs hazug volt, hogy ezt a parancsot a megszállók adták ki. A sorkatonákból lett szabadságharcosokban, köztük a mártír Síje Sámuelben végül a belső parancs kerekedett felül. A szívük az diktálta, hogy irányítsák a lövegeket az éles kanyarra és az Alkamáté térre. Mert megértették a miniszterelnök rádió felhívásából, hogy ők alkotják azokat a csapatokat, amelyek harcban állnak a baráti ellenséggel. Akkor és ott megértették azt a parancsot, hogy a haza minden előtt. Tisztelt kőbányaiak! A tétovázokból lett hősök végül nekimentek a 10 000 talpúnak. Ahogy a költő írta, Nagy Imrébe mégis felszivároghatott a düh, káprázat, országos vakremény, mikor arra ébredt a város, lövik szét. A düh Kádár Jánosba is felszivárgott, de benne az elnyomottakkal szemben. Amikor egyesek még ma is nosztalgiával emlegetik a nevét, jusson eszünkbe, a legvidámabb barak vérmezőre épült. Jusson eszünkbe Kennedy elnök berlini beszéde a szabad világ és a kommunista világ közötti különbségről. 1956. november 4-e után Nagy Imre, Síje Sámuel és a többi mártír neve nem szerepelhet egy lapon Kádáréval. Mert 1956. november 4-e a határsértés napja volt kétszeresen is. A szovjet csapatok az államhatárt, a Kádár János vezette magyar munkásparaszt kormány pedig a morális határt lépte át. November 4-e válaszvonal a demokrácia reménysége és a diktatúra folytatása között. Vagy egyik, vagy a másik. Kötelék nincs köztük, mert azt eltiporták a lánctalpak, amelyek ellen a felkelők akkor nem győzhettek. A győzelem 33 évvel később lett az övék. Azon a napon, amikor a bíróság rehabilitálta a kivégzett Nagy Imrét, a történelmi igazságtétel pedig elsodorta Kádár Jánost. A hősök viszont azóta is velünk élnek.